Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit. Jelenleg itt vagyunk Bicskevas útállomáson, itt a pálya mellett. És amit most be fogok járni, ez a 6-os vonal. Ez volt egykor a Bicske Székesfehérvár vasútvonal, de gyakorlatilag a MÁV 6-os számú vasútvonala. De már csak Bicske után egy olyan pár kilométerig létezik, ahol ugye van valami honvédségi terület, és annak a kiszolgálása miatt hagyták meg be. Az iparvágányként, valamint a Felcsúti Foci Akadémia és az Alcsút Dobozi Arborétum között, ugye ott épült meg a Várvölgyi Kisvasút, a Ebert nyomvonalon, az öltésen, és Lovasberényi még megvan a pálya, és időnként van rajta teherforgalom. De így Lovasberénytől Bicskéig gyakorlatilag ugye fel vannak szedve a sinek. Viszont én úgy tudom, hogy innen a Foci Akadémiáig viszont a töltést azt már kitakarították a kisvasú tervezet meghosszabbítására készülve. Itt van mellettem, de mindjárt mutatom. Szerintem ez már itt, ez a vágány, ez már a 6-os vonal. De hát majd tudom, kiderül. Hát ez látszik, hogy rostás is. Hát ugye elnézve ott a... Mert ez a két átmenő fővágány, ez látszik, hogy sokkal fényesebb. Tehát ezen biztos, hogy nem mostanában járt vonat. Úgyhogy ezért is így lehet bátran sétálgatni mellette. Tehát arra van Bicske. Ott vannak a bejárati jelzők, ott a 6-os vonal. Még mindig. Hát ezt sem mostanában használták, de hát nekem meg majd ezen kell tovább menni. Úgyhogy izgalmas lesz. Mindjárt megnézzük, hogy van itt még a túloldalt valami. De ez is egy jó fotóhely. Ez így viszont biztosan, ez itt a jó fotóhely, mert innen nagyon jól látni mindkét oldalt. Leszámítva azt mondjam, hogy a felső vezetékek belelógnak, másban itt nincsen. Aztán itt valahol meg le is kéne menni. Na, az lesz a nehezebb. Na, hát itt vagyunk továbbra is a 6-os vonalon. Hát, sajnos párhuzamos földút tovább nem volt, úgyhogy most már kénytelen vagyok itt menni. Tehát látjátok, hogy benőtte a gaz. Nem lesz egyszerű ezen végig menni, hogyha Bicskéig, vagy ezért nincsen Foci Akadémiáig kiganéza, bár mondom, azt hallottam így több helyről is, hogy már elő van készítve, hogy a kisvasút majd ugye terve volt, hogy Bicskéig megkosszabbítják, és annak ugye első fázisaként már ki pucolták a töltést. Tehát mondjuk ilyen vagy gaz meg gyomírtás volt. És ráadásul ezek a szúrós szarok vannak itt mindenfele. Amik így beleakadnak kabátba, táskába, mindenbe. Nem lesz ezen egyszerű végig menni, hogyha ez 10 km-en keresztül ilyen lesz. Bár el tudom képzelni, hogy csak azután pucolták ki, amikor már nem voltak sinek. Tehát ameddig megvannak a sinek ott a honvédségi bázisig, addig nincs kipucolva. Na, az meg. Hát, ha haladunk itt közben azért a gazdal felvert vonalba, egyébként ott mellettem ott a töltés tetején a fővonal van, az egyes. És valahol itt fog elkanyarodni a 6-os mellette. De azért nem semmi, mekkora gaztenger van itt. Ráadásul ezeken a betonaljakon meg moha van, amelyik meg baromira csúszik. Egyszer már sikerült így zakóznom egyet hátrafele. Valami vonat jön. És itt az egyes vonal mellett vagyunk, és sűrű a vonatforgalom. Ezt nézzétek meg! Bozótörő vlog. Na nézzük, mi jön. Flört? Aha, ez nincs az elvonat. Szép hosszú tehervonat volt. Így a gazon meg a bozóton keresztül. És szerintem itt lesz majd, ahol elkanyarodik. Úgyhogy nem tudom, hogy meddig lesz ez a
bozótosban, gazban mászkálós, de szerintem lovas belégyig nettó ilyen, mondjuk úgy a alcsú doboztól, ameddig megcsinálták a kisvasút miatt. Vagyis hát ameddig kisvasút épült az ült töltésre. Bár ugye voltak olyan azért hiakozatok is, hogy lovas belényig is meg akarják hosszabbítani a kisvonatot, hát akkor legalább be lehetne járni a pályát. Már végig is, hogyha Bicskéig meg lenne hosszabbítva a kisvasút, akkor legalább lenne nagy vasúti kapcsolata, mert be lehetne vinni egészen a vasútállomásig, és akkor még közös peronos átszállásra minden lehetne. Tehát annak még lenne is értelme. Lovas belényig nem biztos, hogy érdemes lenne, esetleg, hogyha fonódóként még Fehérvári bemenne, és akkor már nagyon hosszú lenne egy kis vasútnak, ez kiutazna azt végig pláne ilyen 20-szal döcögve. Mert mondjuk egy, hogyha 50-60-asra, mert a pálya szerintem tudna annyit, vagy megfelelő járművel itt akár még felcsút meg alcsúdó, az felé még hivatásforgalom is lehetne. Szerintem, hogyha legalább 60-nal menne, meg valami komfortosabb motorkocsival, és még színben át lehetne szállni itt a nagyvasútról. Na, és akkor ezt nézzétek. Ez az áthatóhatatlan dzsumbúj, na majd talán itt mellette még ahogy el tudok mondani, csak itt meg akkora pocsolyák vannak, meg tócsák. Mindegy, ez így csak, hogyha itt a betmarjaknak a szélén megyek, akkor ott még nincs pocsolya, akkor itt még el tudok menni nagy nehezen. Csak az a mohás betonalj még nagyon csúszik. Úgy óvatosan átlépkedek. És igen, és itt kanyarodik el, ez már a másik, hogy itt látjátok azt az ívet, hogy most hagyjuk el a fővonalat. Most mondom, itt a... volt egy honvédség, azt hiszem, hogy olajraktár volt itt, de most nem akarok hülyeséget mondani, mert lehet, hogy nem az, csak valami egyéb katonai bázis, és amiatt hagyták meg annó a vasutat. Eddig, hogy azt ki lehessen szolgálni, de hát amit látjátok, mostanában nem volt rajta kiszolgálás, hát itt már biztos vagyok, hogy évtizedek óta nem járt vonat. De hát majd, hogyha lesz valami egyéb látnivaló is, mint az a rengeteg bozót, akkor majd jelentkezem, és hoppá, és nézzétek, csak itt meg már torfás pálya van. Aznak a lehet még jobban csúszik, hogyha itt a moha. És eléggé szét van már rohadva ez a talfa is. De így, és itt nem már megint betonaljas, tehát volt két talfa, a betonaljak között, aztán most megint betonalj. Na, érdekes ez a megoldás. És ezek, hogy itt már sokkal magasabb van a töltés, már nem is látom milyen vonat megy el, csak hallom. De ez se sima fölött volt, mert ez is egy tehervonat lehet, vagy egy hosszabb ablakos. Majdnem megint elvágódtam. Talfa. Betonalj, talpa. Na jó. Majd jelentkezem, hogyha lesz még itt valami érdekes. Ezt nézzétek, körülbelül egy olyan 50 métert haladtam, és itt most határozottan jobb a helyzet. Határozottan. Jóval kevesebb gaz, és itt lehet haladni. Ezt nézzétek. Hát, hogyha ennél rosszabb pályaállapotokat nem találnék, akkor azzal már ki tudnék egyezni. Itt csak a csúszós talfákra kell figyelni, meg aljakra. És egyébként a sinnek azok itt is 48-asok. Hát ezeket mondom, hogy teherforgalomra is át, legalábbis eredetileg biztos nem így épült, hanem az olajraktárig, vagy hát hogy a katonai objektumig addig kicserélték a sineket valószínűleg 48-asra, hogy a nehéz vonatokat bírja. Mert nyilván, hogyha kerozint, meg benzint, meg ilyeneket vittek oda, meg esetleg a katonai gép járműveket, akkor annak meg van súlya, oda kellett a magasabb tengely terhelésű pálya, hogy ezt elbírja, meg pláne azokat a mozdulatokat, amik el tudják ezeket húzni. Úgyhogy most meg itt van az ív, és innen stökörőbb egy olyan 8 vagy 10 kilométer még mondjuk a Foci Akadémia felcsúton, azt hiszem, mert ott van a kis vonatnak a végállomása. Hoppá! Ezt nézd!
Nézzétek! Innen még sín is hiányzik. Akkor már csak ezért se fog itt vonat jönni. Mert innen eltűnt egy sínszál. Másik oldalt még megvan. Vagy pedig itt van azért a Shinkansennek a próbapályája, ugye az egysíni mágnesvasút. Ennyi. Addig megvannak a sinek, kész, és akkor innen meg már mind a kettőt leállották. Most mondhatni ide, valaki leszólt ide egy csomó talfát, meg betonaljat, de vajon miért, mert sinek azok nincsenek. Ezt tisztára, mint a nagy burma a felüljáró alatt az M5-nél. Na most ezt, hogy a picsába kerüljen meg. Ezt nem hiszem el. Ekkora. Nagyon vissza megint ez a rengeteg gazdal benőtt. És egyébként ez a másik, hogy miért tegnap esett az eső. Nézzétek meg, mi van itt mellette. Egy kisebb Balaton egy-két helyen, úgyhogy még arra is vigyázni kell, hogy ne laffanjak bele itt valamibe. Pont az a baj, hogy ráadásul szerintem pont ellenfénybe is megyünk. Nézzünk egy kicsit vissza, hogy tudjátok, hogy a sineket ellopták, talfákat nem, tehát én tettek meg a betonalj, és aztán hirtelen lett két talfa. És akkor így vegyesen néha betonalj, néha talfa. És ilyen nagy azért dzsumbúja. Mondom, a Mágdes vasút próbapályája. Azért van itt még egy kis sínszál. De ez még le is van rögzítve ráadásul. Ez valamilyen megkímélték. Ez itt csak, hogy van elvágva. Bár szerintem itt volt a hevedel. Ja, de nem. De. A hevedelt ellopták. És valami ezt a sínszálat nem tudták, mert arrafele meg a többit azt elvitték, ezt valamiért itt hagyták, nem tudom, hogy miért. Az meg egy-két, azok meg elrohadt talfákat. És innen meg hiányzik két talfa, az egyik ott van. Betonalj. És innen is hiányzik egy talfa, itt meg van egy talfa, amelyik már teljesen szétrohadt. És akkor most meg már... Ja, de nem, ez csak keresztbe valami út. Így, nem tudom, de... Ez annyi, ez a fővonal fele megy. Lázan ezt nézzétek meg, eljutottunk az első nem biztosított útátjáróig. Szántóföld, és itt az útátjáróban a sinek megvannak. Ez pedig valami ilyen erdei út lehet, sima földút. Hát az látszik, hogy a vágányok egyébként megvannak, mindjárt meg is mutatom. Csak ráholták a sarat. Mondjuk ez lenne a legkisebb probléma egyébként, hogyha itt bárki azt mondaná, hogy közlekedjen a vasút, ez sokkal nagyobb itt, hogy látok, hogy itt is van sínhiány, viszont onnan befele meg úgy tűnik, hogy a sínek már megvannak. Tehát itt valószínűleg itt az útátjáró így jöttek el, és itt tudtak bemenni a tolvajok, és itt csennyit tudtak ellopni. És erre meg már nem volt kapacitás. Vagy időközben elkapták őket, nem lehet tudni. De hogy itt már megint vannak vágányok. Nézzétek meg, eddig azon a vágányon jöttem, és akkor itt láttam meg mellette ezt a másikat. Tehát szerintem ez lesz az iparvágány, ami kiágazott. Ez valószínűleg már a régi honvédségi tele. Hát nem tudom. Maga az itt se kisebb, de megpróbálunk az kerítésig elmenni. Kis... Hát, hogy itt sem mostanában járt vonat, az is biztos. Okay. Jó, megérkeztünk. És szerintem ez ment be egyébként ez már lehet a katonai telep. Bár szerintem más sem működik. Menjünk, nézzük meg. Na igen, itt egy vágányzáró sodompó. Ez sem mostanában volt bezárva, üzemeltetve. Gyere csak. És itt mehetünk tovább a vágány mentén valameddig. Ennefele nincs semmi. Valószínűleg ez egy katonai objektum volt, de
Ennél többet ugye nem tudok. Viszont itt a, itt a vágányok mellett el lehet menni. Hogy vajon ez a vágány, ez hova tart? De szépen néz ki. Itt már konkrétan egy hatalmas vastag törzsű fák kinőttek a vágány tengelybe. Érdekes, hogy még emiatt hagyták meg a vonalat eleve. Az iparvágánykapu is megvan. És akkor a honvédségi bázison tett látogatás után ismét visszatértünk a vonalra. Hát innen már legalább rendesen járható. Lehet, hogy ez ma az a része, ahol kipucolták az űrszelvényt, mert nézzetek meg itt ma alig van gaz. Rendesen lehet tovább haladni. Ja, azért lövök még egy-két fényképet is innen. És a fényképező aksi és jó bírja egyébként már, mióta elindultam, azt jelzi, hogy egy csík, de még eddig használtam, hát most már nem merül az aksi, addig ezt használom most. Nem jönnek rendkívüli, meg is vezetne pillanatok, ami miatt baj lenne, hogy épp azt mondaná, hogy már nem fotózok, mert lemerültem. A sinek nem szaladnak el, úgyhogy bővel lesz ide aksit cserélni, hogyha úgy adódik. Hát akkor menjünk tovább, hogy gyerünk akkor felcsúsz fele. Hát most egy kicsit eltököltem itt az időt ebben a katonai objektumban, most tudom, hogy ez most laktanya volt, vagy olajraktár, vagy bármi egyéb felmi, ez nem derült ki. De mindegy, és hát legalább egy órát elcsesztem itt, úgyhogy most kicsit jobban kell haladni, hogy meg kicsit megnyomni, hogy még világosba odaérjek. És hát valószínűleg alcsú doboz lesz a, vagy hát az arborétum lesz a kisvasútnak a végállomása lesz a célpont, mert tovább nem tudok menni, mert rám fog esteledni. És hoppá, ott egy szelvénykő. Legalább azt tudjuk már, hogy hol vagyunk. Ez a melyik? Ez a 611, ha jól látom, hogy 641. Ja, 614. Hát valószínűleg egyébként Székesfehérvártól van szelvényezve. De egyébként úgy tudom, hogy ez a vasútvonal, a Bicske Székesfehérvár, az 51 km hosszú volt, és még pedig azért lett 51 km hosszú, mert akkoriban az állam úgy adott támogatást a hévtársaságnak, hogyha vasútvonalat építenek, hogyha 50 km-nél hosszabbat építenek. Mert Fehérvár meg Bicske között nem lett volna a táv 50 km, csak kicsit kevesebb, ezért kellett bele egy kis kunkort tenni, hogy még úgy, hogy még kerülünk egy-két falu felé, meg így össze-vissza jön a körkúgy vonalvezetés, az itt azért is van, nem csak a szokásos okok miatt, hogy ezt a falut kerülje el, a másikat fűzze fel, ezt az uradalmat elkerülni, oda meg szeretnék, ha bemenni, és akkor inkább vigyék arra, hanem meg azért is, hogy az 50 km meg legyen. Erről még azt hiszem, hogy Moldova is írt, bár mondjuk attól nem biztos, hogy igaz, hogy Moldova is megírtam, mert ő is csak hallotta. Na de hát mindegy, haladjunk tovább, egyébként még itt vagyunk, még mindig a katonai terület mellett. És lesz itt még egy iparvágány, valószínűleg még egy kiágazás, ami szintén oda megy be. Nem egy iparvágány, nézzétek, van egy újabb váltó, aminek a sínjeit már ellopták. De itt van egy kiágazás megint csak, de hogy ez hova vezet? De hát akkor nézzük, itt megy el mellette. És ez nem a katonai objektum, mert az mindig a másik oldal az van mögöttünk. Hát látjátok ezt a berendezést, ezt majd az erről a területről szóló vlogban majd részletesebben is bemutatom. De az még itt van. Hát ennyi. Szóval volt egy kiágazás, itt egy vágányzáró soronfó is. Hát vajon, hogy ez meddig tartott, mert itt a sidek már nincsenek meg. De mindegy, nagyon talfákat se látok. Ez lehet, hogy csak egy egyszerű kis zakoló volt. Nem tudni, akkor lehet, hogy a másik oldalt is lesz majd egy kiágazás, meglátjuk, ha odaérünk. Szerintem itt már volt némi takarítás a vonalon, mert nézzétek meg ezeket a fatörzseket, tehát ezek itt a vágánytengelyben nőtt fák voltak már is. És ezeket is szerintem innen szegették ki, tehát itt már valószínűleg arra készülve, hogy itt a kis vasút fog itt járni.
kicsit kigazolták az űrszelvényt, azért is ilyen jól járható. De szinte biztos vagyok benne, hogy az arborétum után már ugyanolyan gazos lesz, mint itt az első pár kilométeren. És ott van bizonya. És egyébként igen, itt megint eltűntek a sinek. Azt jól láttátok, hogy eltűntek a sinek. De még a talfákat is teljesen benőtte a gazis. És ez volt az a kapu, amit az előbb belülről láttam. És ott pedig egy közút van. És itt látjátok, itt megint megvannak a sinek. És itt meg keresztez egy közutat. De nincs átjáró, mert még az is lehet, hogy ezt megszüntették ma az átjárót, és ráaszfaltoztak a sinekre is. Hát ezt mindjárt megnézzük, mindjárt odaérünk. Itt a túloldalt már a szabványos, ez a járhatatlan pályarész kezdete táv is kín van, tehát ezt itt valószínűleg az útátjárót azt nagyon megszüntették. Ez az érdekes, hogy az átjáróban sincsenek meg a sinek, de megvan az, csak rá van aszfaltozva, oda nézzetek. És itt is eddig megvannak, tehát itt szerintem itt is van sín, csak ráholták a gazt, meg a sarat, meg a többit. De autó jön, úgyhogy most átjövök. És itt is nézzétek meg, hogy ez föl van szedve. Tehát itt, ha tovább megyünk, itt fel vannak szedve. És egyébként a vágány az nem is így ment, de itt volt a vége. Ja, igen. Így. Aha, és akkor itt egy kis sínszalat itt arrébb is tettek, meg így fel van szedve. Hát érdekes minden esetre, hogy ez miért kellett, meg mire volt jó. És itt vannak egyébként. Hevedenestől, mindenestől. Ezt még nem lopták el, és ez telszerű bontás volt. Legalábbis eddig. Hogy aztán itt mi történt tovább, azt nem lehet tudni. De hát na, sétáljunk akkor tovább a töltésen, aztán majd látjuk, hogy mi lesz itt még. Csak egy keveset mentem tovább, és itt már megint itt a következő útakadály. Rádölt fal a űrszelvényre. De sinek itt sincsenek. Itt megint eltűntek a sinek, a beton aljakon sétálok most is. És azt nézzétek, hogy menjünk egyenesen, de itt még viszonylag jól járható a nyomvonal. És itt a következő szakasz, ahol már ilyen dudvák nőnek ki a pályán, és itt, de ezek legalább nem szúrnak, csak így lögdöslik el őket félre, és ezektől még lehet haladni, csak lassan. Meg a talfák azok nagyon csúsznak. De érzétek meg, itt például talfa van. Aztán majd egy kicsivel később megint betonalja. Elég logikátlan, meg értetem módon lakták le így vegyesen, hogy két talfa, aztán sokáig betonalja, aztán megint egy pár talfa. Hát mindegy, hát. Na hát így még eltart egy darabig, mire odaérek. És egy nagy bozóttörő menetnek most van vége. Itt van egy földutas átjáró, más inek nélkül. Itt mehetünk tovább. Igen. Ez talán már egy könnyebb terep lesz. Ugyanígy talfákon lépkedve. Talfákon és betonaljakon megyünk. De egész jól látszik egyébként a nyomvonal. Ezt nézzétek, innen már határozottan a jobb a terep, azon a dzsumbújon kellett átverekedni magam nagy nehezen, de ez megtörtént, úgyhogy... És itt már azt nézzétek, ott van egy valami jelzés is a vonalon, de picit közelebb megyek és megnézem, hogy ez mi. Ezt nézzétek, elértem ide, ez már a régi, és itt van vége a régi nagyvasúti töltésnek, ez ide hozzá, és ez bizony már az új kisvasút, ez már a Várvölgyi, vagy hát egy felcsúti, ahogy jobban
ismeri. Tehát a hivatalos neve még akkor is Várbe vagy egy kis vasút. És ez ide épült a régi nyomvonal, és itt a vége. Tehát itt ennyi látszik, hogy vágányzáró földkúp. És innen már ismét vannak sinek, de ez már, mint látjuk, ez keskeny nyomtáv. A sinek azok 48-asok. Igen, ott vannak. Nem nagyon látjátok, szerintem a kamera nem oda fókuszál, de 48-as a sin. Az meg DG, hogyha jól láttam, tehát mi Diósgyőr. És látszik, ugye sok a betonalja 2016-osok. És mindjárt megmutatom neki, csak egy kicsit arrébb megyek a vágányzáró. És egyébként a kandelábereknél nézzek meg, és világítás is van. Tehát ennyi. Tehát onnan jöttem, ott megy tovább a hatos vonal. És ez már itt a keskeny nyomtáv. És akkor alcsú dobozig van még 6 km, ami így viszont járható. Tehát akkor előre. Nem fog utazni a kis vasúttal, akkor se, ha éppen jön most, mert minek vegyek rá jegyet. Lesétálom én a tudok. És itt van a nullás szelvény, nézzetek meg innen. Újra lett szelvényezve a pálya. Hát itt van a nullás szelvény, a nulladik. És megy egészen, tehát gondolom az kb. 6 km az egész, tehát. És ennyi. És ide épült egy kitérővel, nyilván, mert itt körül tud járni a szerelvény. Bár amikor utaztam vele egyszer, mert csak egyszer mentem vele, és ráadásul a másik mellékes, hogy a váltó meg talfás. Akkor még úgy volt, hogy akkor úgy közlekedtek a szerelvények, hogy mind a két végén volt egy MK48-as. Lehet, hogy ez azóta változott. Mert az még az átadás után egy ilyen pár nappal volt, és akkor még valószínűleg lehet, hogy ahogy a körbejárás nem ment, vagy próbálgatták így is, hogy mehetne mégis, de hát akkor már mindjárt akkor el sem dagadtadnak, és akkor meg is mutatom nektek ezt a kis vasúton, mert kíváncsi vagyok, hogy mit fejlődött így két év alatt. És akkor lássátok felejem, itt van az egyik végállomása a kis vasútnak. Ez azt hiszem a Felcsúti futballakadémia, vagy valami ilyen neve lehet neki. Mert az egyébként ott van egy, van itt egy út befele a falu fele, és ott van a vége fele. De nézzétek meg, hogy ez egy rendes, milyen tiszta ujján. Ez egy peron, elsorolási határ külön jelezve. Van ilyen, azért ilyen vakoknak szóló ilyen vezető sáv is. Van egy esőbeálló is. És lesz egy Várvölgyi Mikulás vonat. December 6-tól 9-ig fog járni. Hát szóval ilyen is lesz. Van egy fedett esőbeálló is. És WC is volt, de az olyan érdekesen volt megoldva, hogy be volt baszalintva két toj egy ilyen évvel. Nem tudja, hogy azóta megcsinálták-e jobban. Akkor kezdjük előről, mert nem tudom, mit vett végül föl. Tehát ez egy kereke is van neki, tehát ez egy ilyen mozgássérült emelő mondhatni, tehát ezt oda tudják tolni a szerelvényed, és akkor ezzel be is ki tudsz szállni. Tehát végül is az akadálymentesítést megoldották. Igen, Puskás Akadémia egyébként az állomás neve. És itt van maga a tábla is, ami az építésről szól. És ugyanaz, még mindig a WC, hogy két toj budi. Hát jobbat nem találtak ki. És egyébként szerintem van víz is. Még azt is el tudom képzelni, hogy működik. De nem. Hát lehet, hogy itt évire már elzárják, hogy ne fagyjon be. És látjátok, ennyi. Fél WC, és akkor itt van egy toj. Hát úgy gondoltam akkor még, amikor ezt átadták, hogy ez átmeneti megoldás. Őszi menetrend, hát akkor most még jár. Hát mikor, hány óra most? 14:05-15:35-kor megy, hát. Szerintem a 14, most azt már igen, tehát 14:40-6 van most, a 15:35-kor fog indulni. Felcsúttól pedig 14:30-kor. Csak nem erre. Ja, mert az hétvégén, tehát nem is hétköznap, tehát lehet, hogy csak hétvégén megy.
Aha, csak hétvégén közlekedik. Akkor most nem is közlekedik, tehát igazából nem se tudná várni. Ja, és egyébként ott van a Foci Akadémia, egyébként ugye távolban. Csak úgy, hogy megmutassam nektek, ott van. Na, voltam is itt, de most odafele nem nézek el, mert minek. Hogy egyáltalán lovasban egyik mennyire járható a pálya, de szerintem most addig nem fog elmenni, mert nem lesz rá idő. Rám fog sötétedni. Egy óra múlva itt már annyira sötét lesz, hogy nem nagyon lehet fotózni se. Ez egy átjárás lenne, és akkor itt betonalj helyett két talfa. Ez csak, ezen még látszik a talfaszeg? Vagy ezekhez már is tesznek talfaszeket, ahogy bele van ütve, hogy mikor rakták le. De hát nem fog vonat jönni, úgyhogy nyugodtan mehetek itt is. De egyébként az egész vonal végig az egykori 6-os vonalnak a nyomvonalán épült, ugyanarra a töltésre. Ugye látszik, elég széles, így nyugodtan lehet mellette is menni. Hát majd jelentkezek, hogyha még van valami egyenlőre itt. Semmi, sétálunk itt a kisvasút mellett. Itt járunk a 7-es szelvénykő előtt. Lenni sétálunk az első íjadban, és itt van egy 15-ös lassú jel, mint látjátok. Onnan. Egyébként a szerelvények 20 km per sebességgel haladnak, de hát ezek a vágányok, ezek többet is lehetővé tesztek. Ez szerintem nem is a mozdony, főleg a vasúti kocsik miatt ennyi, mert az MK48 az akár 50-nel is tud menni. Tehát 48-as sineken ilyen betonaljas pályán, meg hát ez teljesen jó alapotú vágány, ezen szerintem akár 60-nal is lehetne menni. Nem gondoljék, hát az MK48 az olyan 50-60 tököli van a vége, de... Na tehát lehetni, viszont ez a 15-ös lassú jel, ez meg nem tudom, mitől van, az majd talán kiderül, hogyha kicsit közelebb megyünk. Hát akkor itt vagyok a 9-es szelvénybe, és az első útátjáró ugye a Felcsúti Foci Akadémia óta, ez van. És valószínűleg emiatt van a lassú jel is, mert mint látjátok, a mindkét oldalt a lassú jel vége tábla kint is van. Tehát ez valószínűleg a biztosítatlan átjáró miatt van, mert igazából 20-tól lassítva van a 15-re. Én most pont, hát majd, igen, általában most tényleg szembefényben vagyunk, de tudjuk, hogy itt megy tovább a vasút, és hát egy egyszerű kis átjáró. Aszfaltozott, itt néhány nagy vasúti betonaljakból meg van csinálva, egyébként földút van mindkét irányba. Tehát nem hiszem, hogy nagyon forgalmas átjáró lenne. De hát menjünk tovább. Még körülbelül 2 kilométer és elérünk a régi alcsút, felcsút vasútállomásig, hát most már ugye felcsúti, és ott van a kis vasúti mozdonyszín is. Lehet, hogy még egy-két nem kell 48-ast is fogunk látni. És 12-es szelvényben vagyunk. A 15-ös lassú a másik oldala, és itt van egy átevesz. Ez is frissen lett felújítva, egy ilyen kisebb patakon, vagy valami nagyon... Nem megy át. És hát haladunk tovább, hát itt meg még egy íves rész. Egyébként eddig ugye nem is a... Tehát még itt elkerültem még a vasúta falut, mert itt nem ment a lakóházak közelén, meg sehol, tehát ez a régi nyomvonal is ilyen volt. A faluhoz majd csak a felcsúti állomáson lesz közel, addig nem. És egyébként tehát innen még a Foci Akadémiára se picivel jobb a rálátás. Már amikor éppen nem takarja el itt a bokor, de ott van. Az ott van, arrafele. 15-es szelvény, a következő gyalogos átjáró, és itt már azért a lakóházakhoz közel vezet a kis vonat. Akár itt a régi töltés is. Ugye hát azt mondtam már szerintem, hogy végig a nagy vasúti töltésen épült meg a kis vasúti pálya, tehát gyakorlatilag nem kanyarodott ott el tőle semennyit. Tehát gyakorlatilag egy már meglévő vasút lett felújítva, vagy átépítve keskeny nyomtávúra. Nem is új vasútvonal épült ezen a szakaszon. Na, haladjunk szépen tovább. Hát itt ennyi. És most vagyunk kb. Félúton a két állomás között.
Ugye ott kell a 16-os szelvény, és valahol a 30-as környéken lesz a következő. Közel megérkeztünk a 30-as szelvényig. Tehát már 3 kilométert jöttünk az előző állomástól, ugye az akadémiától. És itt volt, láttátok egy váltóra figyelmeztető tábla is, tehát szerintem hamarosan beérkezünk a következő állomásra. És akkor itt még a mozdony színmogat többit meg tudjuk nézni. Egyébként már lassan megy le a nap, de még azért lehet. Még fotózni is, meg videózni is lehet valamennyire. Hát szerintem még végig tudom járni a kis vasutat, mielőtt besötétedik. És igen, itt van. És ott áll egy kocsi is, ráadásul. Na akkor ezt mindjárt megnézzük az elebbé, mert az egyik vagon az még ráadásul ott van. Még lehet, hogy be tudunk nézni a mozdony színbe is. Akkor csak mutatva, hogy merről jöttem. Ugye, akadémia, és itt van a több kitérő vágány, és a mozdony szín, és két MK48-as pont kint van. 12-es, meg a 16-os, ezeket egyébként Nyíregyházáról hozták. Mind a kettőt, és még itt áll egy vagon is. Sőt, nem is egy, hanem kettő. Ezek a hagyományos kis vasúti kocsik. A komfort, vagy azért a... Van egy kocsi, amit teljesen felújítottak, mert még légkondicionáltak is, de az most nincs itt. Csak néztek meg. Az egyik MK48-as meg ott. És úgy tudom, hogy van még mozdony, de azt nem van a színbe. És egyébként ez az épület, ez újonnan épült ide a kisvasúttal együtt. Ez a motorszín, itt laknak bent a mozdonyok, csak. És az áldásul van még egy kocsi is, na azt majd megnézem, de ezt szeretném nektek még megmutatni. És akkor nézzünk szét errefele is. Hát még az is látja, hogy van itt bent valaki. De ég a villany, de se többet lehet nézni. És akkor ezt nézzétek. Ez meg szerintem egy bicikli szállító kocsi lesz, nézzétek csak. Ez szerintem, ezt ő bicikli szállításra tették ide, és szerintem az a másik kettő lesz a... Az úgymond a... Az egyik az a komfort kocsi, ami légkondicionálva is van. És itt van a két motorszín. Akkor belesünk a műhelybe, hát van valami. És azt hiszem az egyik MK48-as ott van, beássátok fel. Én sajnos benne a csarnokban nem tudtam filmezni, nem engedték. Mert egyébként dolgoznak bent. De látjátok, hogy ez az újonnan épült csarnok, meg a mozdony csarnok, és szerintem még két kocsit láttam még bent, tehát szerintem az egyik az a komfort. Hát itt meg ugyanilyen semmi, de eddig van megépítve, és itt még lehet, hogy lesz valami terv, mert itt nagyon csináltak a töltés, és egyébként ez a felújított régi alcsút felcsúti állomási épület, ezt nagyon szépen rendbe tették. Tehát, hogy nagyon lerobbant állapotban volt korábban, és ez, tehát van, és minden, tehát WC büfé, meg szépen még valami kis kiállítás is van a kis vonatról. Kétszer voltam, hogy utoljára, akkor úgy emlékszem, hogy a mennyitás utáni napokban volt. És egyébként ott megépült egy fénysorompós átjáró. Bár szerintem kulcsos az is. Nem hiszem, hogy vonat által vezéreltet építettek ide. Szerintem egyszerű kulcsos, de legalább van. Meg hát épült. Rendesen. Ugye. Parkolóhely is. P plusz szerel. Hát most ugye nyilván üres, mert nem jár a vonat. Közben egyébként megy le a nap, úgyhogy sietni kell. De igen, itt van egy fénysorompós átjáró, igen, szintén van itt ugye egy ilyen mozgássérültek utazására szolgáló kis tologatós valami. Le van lakatóva, de egyébként ez ilyen gurulós valami, tehát szerintem be van fékezve. És igen, ez a K2-es lesz a... Szerintem innen lehet a fénysorompót vezérelni. Hát itt ennyi, hogy itt a vonat személyzet ezt a szekrényt kinyitja, ugye nyilván most kulcsra van zárva, és akkor egy kulcsot elfordít, akkor kapcsol át a fénysorompó pirosra, és a túloldalt pedig ezt oldja. Tudom, hogy valahogy így működhet a dolog. De hát megnézzük. Valószínűleg egyébként ezt a fénysorompót azért tették ide, mert itt menetrendszerinti buszközlekedés van. Én legalábbis erre tippelek. Bár busz még nem láttam itt átmenni, de szerintem emiatt lehet. Egyébként kisvasúton nem szoktak. De többi átjáró sem biztosított.
De itt lehet, hogy ugye azt hiszem, oda van szabályozás, hogy ahol menetlen szerint buszközlekedés van, oda kötelező fénysorompót építeni. Hát akkor egyen tovább megyünk innen. Körülbelül egy olyan 2 kilométerre lehet, vagy ilyen 2,5 az arborétum. És azt még megnézzük. Aztán lehet, hogy vissza kell ide sétálni, mert ott már valószínűleg nincsen buszközlekedés, meg semmi. Itt pedig valahol a faluban csak találok egy buszmegállót. Fehérvári biztos van, menetlen szerinti járat, vagy Bicskére. Igazából mindkettő jó. Értek csak, mégis van itt egy kiszámláló. 13 kHz-es adó, akkor ez az. Ez szigetelt csines átjáró. Tehát nyilván akkor lehet, hogy csak az egyik irányba, hogy lehet, hogy akkor mégsem kulcsos, hanem itt vonat által vezérelt a dolog. De szerintem ez a kiszámlálási pont lehetett. Hát ez itt mi? Ja, ez a másik. Ja, igen, hát ez meg a levő. Hát ez a fénysodompóhoz tartozik, az egyértelmű. Hát és egyébként innen látjátok, ott egészen sokáig egyenesen megy a pálya, ott aztán lesz egy ív benne. Balra és utána jön az arborétum. És akkor itt vagyunk, egy nyilas táblánál ismét, hogy látjátok a nyilas tábla, az azt jelenti, hogy őrizetlen váltó a pályán. És egyben egy lassú jel is. Ez pedig már az arborétumi végállomás lesz. És itt is van egy felüljáró, gyalogos. Ez még a vonal idejéből maradt meg, és meghagyták. És már ott látom a kitérő vágányt is. Szépen elmegyünk a végéig, ott még megnézem, hogy lovas belényig így mennyire járható a pálya. De az majd egy következő túra lesz, amikor innen, vagy akár lovas belénytől jövök idáig. Mert lovasbelényig már külön vonat, ezt a vonalat beutaztam, addig járható, és addig van is tervforgalom. Ezért nem már tudni. És itt még vannak ezek a vezetősinek is a pályában. Ezt a felüljáró miatt tették be, hogyha siklik a vonat, akkor ez fogja meg, és ne menjen neki a fillérnek. És itt van a 53-as szelvénynél vagyunk. Tehát gyakorlatilag egy 5,5 km hosszú ez a kis vasút körülbelül. Én de még ott látom az 54-es szelvényt. Ugye most szépen elsétálunk itt is a végéig. A kitérők itt is talpfásak. De majd onnan a végállomástól jelentkezem. És látjátok, 55-ös szelvény. Alcsú dobozi arborétum. Állomás az a végállomása a vonatnak. És ez a vasútvonalnak. Szokásos végállomás, itt is pad, fedett esőbeálló is van, és nem tudom, hogy még itt arrafele, lehet egy falu fele is lehet menni. Az arborétum az ott van kint, és akkor még itt elmegyek a végéig. Szintén itt ide is tettek ilyen mozgáskorlátozottaknak való beszállás segítő eszközt. A WC itt is ugyanúgy van megoldva. Csak egy toj-toj. Pénztár itt sincsen. Ugye üzemszerti közlekedés, a többi, tehát itt is 6 kilométeres egyet kell venni a kisvasútra, hát ez nagyjából tényleg annyi is. Ugye 5,6, hogyha még addig elsétálunk. De hát ha már itt vagyok, akkor elmegyek a végig, aztán megnézzük a töltésen, hogy hogyan lehet majd a későbbiekben tovább menni. Aztán valószínűleg vissza kell sétálni a faluba. Hát egy ilyen újabb 2 kilométer, csak most vissza. Mert valószínűleg itt buszmegálló nincs a környéken. Tehát vissza kell menni a felsőúti állomásig, ott van. Aztán valahol meg fel kell szállni a buszra. 56-os szelvény. És ott a vége. És lassan lemegy a nap is. De szép ez a nap lemente. Erről mindjárt csinálok egy képet is. És látjátok, itt van a vágány vége, földkúp, kisvasút eddig van kiépítve, és ott a távolba pedig megy tovább a töltés lovasbelény fele, hát innen nehéz megmondani, hogy most akkor meddig járható, meg meddig nem. De majd ez lesz a következő nagy projekt, csak lehet, hogy lovasbelénytől fog indulni, hogy ezt végig járni idáig. Ez egy olyan 10-15 km lehet.
És hát akkor most meg valószínűleg vissza kell menni, de mindjárt nézem a térképet, hogy mi van közelebb, hogy itt lemenni arra a csúdoboz fele, mert szerintem ott alatt nincs semmi, csak az arborétum, úgyhogy sineken keresztül vissza, aztán felcsútnál meg egy busznak állóra fel. És vagy Biske, vagy Fehérvár fel, ahova előbb jön. Úgyhogy akkor ez a 6-os vonalba járó túra, ez ennyi lett volna. Eljöttem, ameddig lehetett, az alcsúdobozi arborétumig. És hát most igazából, a kisvasúton azért sem tudtam volna utazni, mert hétköznap ilyenkor már nem jár. Ugye téli üzemszület, mint általában a legtöbb kisvasúton, amik télen nem járnak, ez se jár. De egyébként szépen meg van csinálva, meg neked igényes most. Minden politikától mentesen azért, hogy ha épül valahogy kisvasút, akkor annak azért vasútba lehet, csak örüljön már. És hát egyébként meg jól meg van csinálva. Az állomások is teljesen rendben vannak. Vágány állapotok is. Ugye két MK48-asan kiszolgálósításített. Nem rosszabb ez sem, mint a többi kisvasút. Sőt. Úgyhogy ilyen ide akkor. És így ennyi, de akkor ez a videó az ennyi is lett volna, hát mondom, most már innen már csak visszafele megyek arra, mert jöttem, úgyhogy ez már nagyon érdekes. Még kb. 2 kilométer séta vissza. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, hát tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, lehet kommentálni. Ha esetleg valamit nem vettem volna észre, bár azt kétlem. Most legalábbis így a 6-os vonal mentén. És hát mondom, majd egyszer majd lehet, hogy Lovasberénytől idáig a középső szakaszt is be fogom járni. Csak azt szerintem még nagyobb bozót törőmenet kell, és azt nem is lehet csak ilyenkor télen megcsinálni. Vagy maximum kora tavasszal, amikor még nincs akkor ragaz. Na most igen, mert itt nyáron valószínűleg még ennyire sem tudtam volna haladni, vagy lehet, hogy sem ennyire sem, amikor még jobban benövi a gaz. Úgyhogy akkor ennyi lett volna, szóval megnéztétek. Sziasztok!